Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ma egy törölhetetlen állománytípusról fogunk beszélni. Sem törölni, sem változtatni nem fogunk tudni rajta. Ez nagyon hasznos tud lenni, de arra nagyon kell figyelni, hogy azért olyan állománynak ne adjunk ilyen lehetőséget, amelyet a rendszer önmaga változtat meg, hiszen akkor nem tudja megváltoztatni, és nem tudja elvégezni a feladatát. Azaz mindenképp át kell gondolni ennek az attribútumnak a használatát. Hogyan fogjuk hozzáadni egy meglévő állományhoz ezt a lehetőséget? A CHATTR plusz I kapcsolóval. Azaz beírod a parancsorba, hogy CHATTR plusz I, és az állomány nevét megadod. Nagyon egyszerű, a levétele, mind ahogy a következő kis részben ki fog derülni, a CHATTR minusz I parancsal fog megtörténni. Az I attribútummal rendelkező fájl nem módosítható, nem törölhető vagy átnevezhető. Erre a fájlra semmilyen hivatkozás nem hozható létre, és a fájlba nem lehet adatokat írni. Csak a root felhasználó, azaz emelt jogú felhasználó, vagy a kap Linux immutable képességekkel rendelkező folyamat állíthatja be, vagy törölheti ezt az attribútumot. Azaz, védetté teheted, de csak root joggal, azaz sudót is használni kell. Nézzük is meg, hogyan működik ez gyakorlatban. Ahogy látni, kétfele osztottam a monitort, hogy egyértelmű legyen mindenkinek, hogy mit csinálok. Ha valakinek idegen a terminál, annak itt van mellette a grafikus felületű fájlkezelőm, hiszen azon egyértelműen látják azt, hogy eltűnik, megmarad, vagy valamilyen változás áll be az állományokba. Azaz, lehet grafikusan is, és lehet terminálosan is dolgozni. A legegyszerűbb az, hogyha valamit ki szeretnél próbálni, létrehozol egy külön könyvtárat, és abba törölgetsz, abba készítesz fájlokat, azzal macerálod a dolgokat. Biztos, ami biztos, így még véletlenül se történik meg az, hogy megnyitsz egy terminált, esetleg a gyökérkönyvtáradba vagy, és egy RM kötőjel F minden törölj ki parancsal, eltünteted az összes konfigurációs fájlodat, mert azok igazából nincsenek védve törlés ellen, és hogyha te kiadod akár emelt, akár normál joggal a törlési parancsot, akkor el fog tűnni. Nekünk az a célunk, hogy olyan állományokat készítsünk, illetve az állománynak olyan jogokat adjunk, hogy azokat ne lehessen módosítani és ne lehessen törölni. Hát ehhez természetesen első körben az üres könyvtárba létre kéne hozni egy pár állományt, ami számomra nagyon egyszerű, van a TOUCH, kapcsol zárójelbe 0-tól 6-ig, megadjuk 0.6, ez 6 darab, illetve 7 darab állományt hoz létre, és a kiterjesztést is hozzábigyeszük. Nézzük is meg, mi történik. Semmi nem történik a terminálba, mert gyakorlatilag elvégezte a parancsot, és utána ő nem szoktak írni, hogy jó, én megcsináltam, de grafikus felületen egyértelműen látni, hogy a 0-tól 6-ig, azaz 7 darab TXT állományom elkészült. Nézzük meg terminálba, hogy valóban ott vannak-e az állományok, és ls parancsal kiadom, hogy lesd meg a könyvtár tartalmát, 0 és 6 TXT között elkészültek az állományok. A következő gondolat az, hogy azt mondtuk, hogy nem is lehet majd beleírni, nem is lehet megváltoztatni az állománynak a tartalmát, ezért hozzunk létre a 0txt-be egy kis szövegecskét, egy hosszabb szövegecske lesz, ami 4 betűből fog állni, hogy lássuk, bizony Isten, nem fogjuk tudni későbbiekben megváltoztatni. Ehhez én a nanót fogom használni, nagyon egyszerű, a könyvtárban ott van a 0txt fájl, és a nano parancsal elindítom a nanót, elindul a parancs, beírom, hogy alma, azt tesz be, amit akarsz, Ctrl-X-el lementem, rákérdezi, hogy szeretném-e menteni, igen, szeretném, és ennyit, bezártam. Nézzük is meg, hogy megvan-e a állományba az, amit beleírtuk, az jelenti, hogy kat és 0txt. Kiiratjuk az állomány tartalmát, lehet látni, hogy alma. Elhiszitek nekem, de indíthatok is egy grafikus felületű szövegszerkesztőt, megnyitást, subtexttel meg fogjuk nyitni, és ahogy látni, az alma szövegben van, becsukjuk az állományt, biztos, ami biztos,
A következő feladat természetesen az, hogy megadjuk a védelmet a 0txt-nek, a többinek nem, csak a 0txt-nek, beírjuk, hogy CHATTR plusz I és az állomány nevét. Azért nincs itt hosszabb kiírás, azaz nincs itt az elérési út, mert ebben a könyvtárban lévő file, amelyiket meg szeretném változtatni attribútum szempontjából, leenterezzük. Azt írja ki, hogy a művelet nem engedélyezett a jelzőinek beállításakor. Miről beszéltünk? Sudo. Sudo kell hozzá, nincs semmi probléma, megnyomod a felfele nyilat, a home gombot, a parancsor szerkesztése elindult, a home gombbal előreugrottam az elejére, és beírom, hogy sudo. A sudo emelt jogot ad, és leenterezed, és bekéri a jelszót, megadod a jelszavadat, és semmi nem történik. Mi az, hogy semmi nem történik? Ez egy természetes dolog, nem fogja kérni azokat a gondolatokat, azokat a fölösleges kiírásokat, hogy oké, én elértem a célomat, elvégeztem a feladatot. Ez egy kellemes dolog. Az elején zavaró lehet, hogy nem kapsz visszajelzést. Miért? Mert hát szeretnéd tudni, hogy jól végezte el a feladatot, de egy idő után megszokjuk, hogyha kiadunk egy terminálos parancsot, akkor, ha nincs visszajelzés, akkor nincs semmi probléma, elvégezte a feladatot. Majd akkor szól, mindaz előbb történt meg, amikor neki valami siráma, panasza, jelenteni valója van. Oké, mi a gondolat? Állítólag azt mondtuk, hogy a 0txt az törlés ellen védetté vált. Nézzük is meg, RM, ez egy olyan parancs, ami töröl, és egy csillag, azaz mindent a könyvtárban légy szíves kitörölni. Mit teszünk? Leenterezzük, és azt mondja, hogy hát légy szíves megerősíteni, hogy valóban szeretnél-e mindent törölni. Erre figyeljetek oda, hogy nem biztos, hogy a te gépeted így fog megjelenni, hanem automatikusan törli. Nálam úgy van beállítva az ESH, hogy ha törlök, akkor előtte kérdezzen rá. Oké, egy yes-szel, és mit ír ki az RM parancs? Azt írja ki, hogy a 0txt nem törölhető, a művelet nem engedélyezett, és ahogy itt lehet látni, az összes egyéb fájl eltűnt, azaz gyakorlatilag a törlés megtörtént, kivéve a védett, az immunis txt-nken, a 0txt-nken kívül. Azaz megerősíthetjük azt, hogy bizony ő, hát törlés védetté vált. Az első gondolatot természetesen az lehet, hogy ez egy kis csalás, mert az előbb sudóval adtuk meg a jogot, biztos valami emelt joggal lehet majd törölni, hát próbáljuk meg emelt joggal törölni, felfele nyilacska, home gomb és sudo. Megint az emelt joghoz fordulunk, és utána leenterezzük, és azt mondja, hogy RM, 0txt nem törölhető, a művelet nem engedélyezett. Azaz, emelt joggal se fogjuk tudni törölni. Miért nem kért a sudo újra jelszót? Azért nem kért, mert amíg ez a terminál nyitva van, ez az egyik feltétele, a másik feltétele egy megadott időig, amit a sudo beállításánál meg tudsz adni, ő megjegyzi az emelt jogot, azaz, hogyha eltellik mondjuk itt 5 perc, utána már újra be fogja kérni, de ebbe az 5 percbe, amiben beállítottuk, nem fogja bekérni a jelszót, amíg ez a terminál nyitva van. Azaz, hogyha becsukom ezt a terminál emulátort, a sudo jog vele együtt el fog tűnni, újra befogja az újabb terminál megnyitása után kérni az én jelszavamat. Oké, megbeszéltük azt, hogy bizony-bizony nem tudjuk törölni. Nézzük is meg, hogy a másik feltételnek megfelele, nem tudunk-e beleírni. Megint azt mondjuk, hogy nano és 0txt, tehát a 0txt-t szeretnénk szeretni. Leenterezzük, és alma, enter, és beírjuk, hogy körte, nem kórte, aztán megvan, megint Ctrl-X, megkérdezi, hogy menteni szeretnéd-e, igen, és mentés ebbe a fájba, enter. Aha, hiba, a 0txt írása közben a művelet nem engedélyezett. Tehát megállapíthatjuk azt, hogy bizony, itt nem tudjuk felülírni ezt a fájt, nem tudjuk törölni ezt a fájt, se beleírni, se eltüntetni nem tudjuk. Mi a következő lépés? Hát bizony én szeretném ezt az állományt kitörölni. Jelen pillanatban nem fogjuk tudni kitörölni. Miért? Mert állomány védett az állomány. Na hát akkor mit kell csinálni?
Hát vissza kell venni az állományvédelmi jogot, azaz eltörölni a pluszit, azt mivel töröljük el? Természetesen a mínusz i attribútum megadásával, tehát az i attribútum levételével fogunk eljárni. De először kilépünk a nanóból, nem szeretnénk menteni, ki is léptünk belőle. A következő gondolat természetesen, amit az előbb mondtam, fölmegyünk, szépen fölfele lapozgatunk, a sudo, most már tudjuk, hogy ő neki sudo kell, egy mínusz i-t beírunk, megváltoztatjuk az előbb begépelt parancsot, fölfele nyilacskával tudsz lapozgatni fölfele az előzményekbe, azaz megadjuk neki, hogy sudo chattr minusz i 0txt, és le is enterezzük. Oké, szép dolog, látjátok, megvan a 0txt-nk, de semmi nem változott, nem írt ki semmit. Miért nem írt ki semmit? Természetesen már tudjuk, a Linux nem bőbeszédű, csak akkor szól, ha neked valamire szükséged van. Na hát a puding próbálja a megevés, ki szeretnénk törölni ezt az állományt. RM, és beírjuk, hogy 0txt, hogy biztosan, hogy biztos, és lehet látni, hogy eltűnt. Oké, ott van a grafikus felületen, hogy eltűnt, nincs ott semmi, magyarul eszent az eltűnt, de azért én meg szeretnék győződni afelől, hogy valóban eltűnt-e, leessük meg a tesztel könyvtárnak a tartalmát, LS parancsal, oké, és mit írt ki? Semmit nem írt ki, üres a könyvtárunk. Természetesen ez körülbelül fél másodperces munka, hogy valaminek megad. Remélem mindenki átlátta annak a hasznát, hogy egy állományt le tudsz védeni törlés és módosítás ellen, mert sok esetben nagyon-nagyon hasznos. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok, és gondoljátok át ennek a egyszerű, valóban fél másodperc alatt elvégezhető műveletnek a hasznát. Sziasztok, sziasztok!